Ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan juthatsz több energiához, hogy hogyan szabadulhatsz meg a fáradékonyságtól 7 lépésben. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt! Ez a 100. videó a csatornán, köszönöm nektek, hogy ennyien követtek, már több mint 20 000-en vagyunk. Ha valaki folyamatosan gyenge és fáradt, akkor az előbb-utóbb hátrányt szenved az élet számos területén, a munkában, a családi életben, az ágyban és az emberekkel való kapcsolataival is. A fáradékonyság és a gyengeség csak egy tünet, nem egy betegség, annak számos oka van, számos forrása lehet a testünkben, sok minden állhat a háttérben. Sokszor nem csak egy probléma van, hanem több probléma együttes hatása érvényesül. Fáradékonyság esetén a megoldás elsősorban tehát az, hogy megpróbálunk hétről hétre egyre többet visszaszorítani, kizárni vagy megszüntetni azokból az okokból, amelyek előidézhetik a problémát. És általában az a tapasztalat, hogy ahogy minél több problémaforrást kizársz, úgy fokozatosan egyre inkább visszaszerzed az energiádat, és egyre több lesz az erőd, intenzívebb és aktívabbá válsz hétről hétre, hónapról hónapra. Az első lépés a gyengítő ételek kizárása, amelyek például allergiát vagy ételintoleranciát, illetve gyulladásokat okoznak a testedben. A leggyakoribb probléma okozók a glutén, ami ugye a gabona ételekben van, egyéb például gluténmentes kenyeret, a modern ételekben lévő finomított szénhidrátok, a pasztörözött tejtermékek, illetve igazából a kazein az, ami sokaknál komoly allergiát okoz. De bármire lehet az ember allergiás, találd meg a probléma forrását és zárd ki a táplálkozásodból, miközben figyeld meg a változásokat a testedben. A második lépés lehet a B-vitaminok, a magnézium és a kálium bevitel megemelése a táplálkozásodban. Ha azért vagy fáradt, azért kevés az energiád, mert nem tudsz aludni rendesen, akkor nagy az esély arra, hogy ennek hátterében például az áll, hogy alacsony a magnézium, a kálium és a B-vitaminok szintje a testedben. A kálium és a magnézium a két legfontosabb nyugtató mikrotápanyag, tehát lényegében ők nyugtatják az idegrendszert, a vérkeringést, az egész testünket, illetve rendkívül fontosak a regenerálódásunkban. Ezen túlmenően kulcs szerepet játszanak a szervezetünkben lezajló energiafolyamatokban is, például a kálium segítségével tudja a tested eltárolni a glükózt az izmokba, így ha alacsony a kálium szintet, kevés glükóz tárolódik el az izmaidban, gyorsan kiürülnek a készleteid, így gyorsabban leszel éhes és fáradt. A kálium, a magnézium és a B-vitamin készletek a testünkben elsősorban a túl sok finomított szénhidrát fogyasztás hatására, illetve a túl sok stressz hatására apadnak el gyorsan, tehát itt a megoldás, hogy visszaszorítod a finomított szénhidrát bevitelt, és elkezded ezt a három fontos mikrotápanyagot tudatosan pótolni ételekkel, étrendkiegészítőkkel. A legjobb B-vitamin forrásokról és a káliumról is készítettem már korábban videót, keresd rá a keresőben. A harmadik tényező, mely jelentősen befolyásolja az energiaszintünket, az az alvásunknak a minősége. Ha jól alszol olyan környezetben, ami jó érzéseket is kelt benned, illetve elegendőt alszol, a testet helyre tud állítani, ki tud javítani számos olyan funkciót, amelynek az egyensúlya felborult a nap során. Például a test hőmérséklet szabályozását, az immunrendszert, a hormonrendszert és az étvágyat is egyensúlyba tudja hozni. Mindezek a tényezők jelentős szerepet játszanak abban, hogy másnap mennyi energiád lesz, tehát itt a harmadik lépésben, ha nem alszol jól, ha nem alszol eleget és kellően mélyen, akkor a teendő az alvásnak a rendbetétele, melyről ugyancsak készítettem korábban videókat. A negyedik lépés a gyengeség és a fáradékonyság megszüntetéséhez az a kávénak a kizárása. A kávéban lévő koffein egy ideig felturbózza a testedet, de ha éveken át fogyasztod, akkor előbb-utóbb kimeríti a mellékvesétet, ez a mellékvese alulműködés probléma. Amikor azt veszed észre, hogy naponta már 3-4 kávét is megiszol, és alig van rá hatása, alig pörget fel, de ugyanez a helyzet az energiaitalokkal is,
akkor már nagy valószínűséggel közel vagy az alulműködő mellékvese állapotához. A kávé hosszú távon nem megoldás a gyengeség a fáradékonyság ellen, és előbb-utóbb pont fordítva fáradékonyságot és alacsony energiaszinthez fog vezetni. Tehát ha kávézol vagy energiaitalt iszol rendszeresen már évek óta, és mégis gyakran fáradt vagy, akkor ezek elhagyása, kizárása kulcsfontosságú ahhoz, hogy visszanyerd az energiaszintedet. Abban az esetben, ha alszol eleget, de mégis napközben folyamatosan fáradt és gyenge vagy, gondolni kell a pajzsmirigyre is, ez lehet az ötödik lépés a fáradékonyságot megszüntetéséhez. A pajzsmirigy alulműködés lassítja az anyagcserédet, ami gyengeséghez és fáradékonysághoz vezet, és hátterében nagy valószínűséggel magas ösztrogén szint vagy máj probléma áll, mivel a máj alakítja át a T4 pajzsmirigy hormont T3-má. Ha például sokáig szedtél gyógyszereket, fogamzásgátlót, vagy éveken keresztül ittál alkoholt napi rendszerességgel, vagy bármi más miatt károsodott a májad, ez is állhat a gyakori fáradékonyság hátterében. De az is lehet, hogy a májaddal minden rendben van, csak nem állít elő elegendő epesavat, vagy esetleg kivették ugye az epehólyagodat, ami végül is ugyanúgy pajzsmirigy problémát okozhat, mivel nem szívódik fel rendesen számos fontos mikrotápanyag, például a zsírban oldódó vitaminok sem. A zsírban oldódó vitaminok felszívódásához epesavra van szükség, mivel az epesav bontja le a zsírokat az emésztés során. A pajzsmirigy alulműködésről készítettem korábban egy videót, keres rá a keresőben, ott több információt is kapsz ezzel a problémával kapcsolatban. Állhat a gyengeséged és a fáradékonyságod hátterében valamilyen vírusnak az elszaporodása is, például az Epstein-Barr vírus, ez lehet a hatodik ok, ami a gyakori fáradékonyság mögött meghúzódhat. A komolyabb problémákat okozó vírusok általában a túl sok stressz jelenlétében szaporodnak el a testünkben, azaz a fokozott hónapokon, éveken át tartó stresszes állapot növeli a vírusok elterjedésének esélyeit. Ebben az esetben a megoldás a stressz visszaszorítása, illetve a stressztűrő képességed megemelése, melyben segíthetnek ételek, étrend kiegészítők, illetve például a rendszeres heti többszöri kocogás, a rendszeres napon való tartózkodás, de a korábban már említett alvás is nagyon jó stressz regeneráló. Támogatják a testet a stressz jobb elviselésében az asfaganda és a rózsagyökér növények kivonata, a B-vitaminok, például a sörélesztő jó B-komplex forrás, a zöld színű zöldségek, a bogyós gyümölcsök, a spirulina és a klorella alga, illetve az 5-HTP. Az 5-HTP segít megnövelni a szerotonin szintet, aminek hatására megnő a növekedési hormon szintje, mely csökkenteni tudja a kortizol szintedet. Ezért van az, hogy a boldogság, az öröm, a vidámság a legjobb stressz csökkentő. A hetedik és egyben utolsó lépésben három olyan kiegészítő ételről lesz szó, amelyek az előfelsorolt problémák megléte esetén segíteni tudnak neked abban, hogy visszaszerezd az energia szintedet. Az első a friss tiszta mépempő, mely a természetben az egyedüli forrása az acetilkolinnak, egy olyan vegyületnek, mely az idegi ingerületek, tehát az agysejtek közötti kommunikációt működteti, azaz a mépempő hatására az agysejtek hatékonyabban tudnak működni a testedben. A mépempő hatására az agyunk sok esetben valósággal felpesdül, azaz megnő az agyunk energiaszintje, illetve a mépempő egyben ugye egy B-komplex forrás is. Ezen túlmenően a mépempő a májsejtekre is pozitívan hat, tehát például a máj problémával összefüggő pajzsmirigy alulműködés esetén is segíthet a regenerálódásodban. A második egy gyümölcs, a goji bogyóból készült gyümölcslé, mely nagyon jó B-vitamin és kálium forrás, tehát segíthet a káliummal és a B-vitaminokkal összefüggő fáradékonyság esetén. Mindemellett a goji gyümölcslé tartalmaz olyan B-vitaminokat és polifenol vegyületeket, melyek segítenek csökkenteni a májban lévő zsírsejteket, illetve hozzájárulnak új májsejtek termelődéséhez is. A harmadik pedig a klorella mikroalga, mely hosszú távon segít a máj tisztításában, így a máj regenerálásán keresztül a pajzsmirigy rendbetételét tudja
támogatni. A klorella kiváló méreganyag kivezető segít például az elpusztuló vírusok maradványainak gyors eltávolításában, de tartalmaz B-vitaminokat is, melyek pótlása, ahogy korábban többször említettem, ugyancsak fontos a gyakori fáradékonyság és gyengeség esetén. Végezetül még egyszer összefoglalva a 7 lépést, amivel nagy eséllyel megszabadulhatsz a fáradékonyságodtól és a gyengeségtől, kizárni az allergiát okozó ételeket, megemelni a B-vitamin, a magnézium és a kálium bevitelét, rendbe tenni az alvást és az alvóhelyet, a kávé kizárása, az esetleges pajzsmirigy alulműködés hátterében meghúzódó okoknak a rendbetétele, az esetlegesen elszaborodó vírusok visszaszorítása és három kiegészítő étel alkalmazása, a mélypempő, a goji gyümölcslé és a klorella alga. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak tapasztalataid, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdéseidet pedig küldd el nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!